Sziasztok és üdv újra itt! A mai videónk fő témája egy gyakorló feladat, amit vágyciklussal fogunk megoldani. Én úgy gondolom, hogy a ciklusok meg a tömbök tudják a legjobban elvenni a kedvét egy kezdőnek a programozástól, ezért nem árt egy kis gyakorlás. A tömbmetódusok sorozatban már bemutattam nektek a vágyciklust egy egyszerű feladat segítségével, a mai kicsit komplexebb lesz. Amit most vállal oldunk meg, a következő videóban forral fogjuk, és alapul fog szolgálni a for each tömbmetódus bemutató videóhoz is. Persze, ebből a videóból sem maradhatnak ki a trükkök, felületesen bemutatom nektek a spread operátort, illetve az object destructuringről is lesz szó. Röviden ennyit a tervekről, következzen maga a feladat. A feladatunk lényegében két részből áll, lesz egy rész, amit együtt oldunk meg a videó során, és lesz egy második része, úgymond egy B pontja, ami apró módosításokat tartalmaz majd, és azt ti oldhatjátok meg, mint szorgalmi feladat, vagy nevezhetitek akár házi feladatnak is. A videó végén lesz szó erről a B pontról, a megoldásaitokat pedig berakhatjátok a videó alá kommentbe. De beszéljünk az A pontról. Adott egy tömb vagy lista, aminek az elemei objektumok vagy objektek, és ezzel a listával egy bevásárlást modellezünk le. A listánk tartalmaz termékeket, a termékeknek van egy ára, illetve a darabszám, hogy hány termék került a kosárba. Mi azt szeretnénk, hogy egy-egy ilyen tömb elemnek számoljuk ki az értékét. Az érték az nem más, mint a darab megszorozva a terméknek az árával. És miután minden egyes elemre számoltunk egy ilyen értéket, szeretnénk meghatározni a fizetendő összeget a bevásárlás végén. Vagyis, hogy mennyi lett az a bizonyos számla. Persze a feladat pontos leírását megtaláljátok a videó leírásában. Kezdjünk bele a feladatba. Már előkészítettem egy Visual Studio kódot, itt van az indexem, amihez hozzácsaptam ezt az app.js-t, és LiveServer segítségével futtatom a böngészőben. De még mielőtt belekezdenénk, akkor, amikor már objektumokkal dolgozunk egy tömbben, mint látjátok itt is, akkor van egy aranyszabály, hogy a kezdeti tömböt nem módosítjuk. És mint az a feladatban is szerepelt, mi a végén szeretnénk, ha lenne egy új tömbünk, amiben szerepel az érték mező is, ami jelen esetben 300 pénzegység kéne legyen, mivel az ára a termékünknek 100, 3 darabot tettünk belőle a kosárba, és az értékünk így 300 lesz, és mindegyik mezőn megjelenik majd az érték, ez a 8x5, ez 400 lesz, és így tovább, és a végén pedig számolunk egy összeget a tömb összes elemére az érték mező függvényében. Szóval első és nagyon fontos szabályunk, hogy nem módosítjuk az eredeti tömböt, szóval mi létrehozunk egy új tömböt, ehhez szükségünk lesz arra bizonyos új tömbre, amit én elnevezek számla örének, ami jelenleg üres, mivel még nem csináltam semmit. És mivel ki kell számoljuk a végösszeget, ezért létrehozok egy változót, ami a számla névre hallgat, és jelenleg 0 van, mivel nem tettünk semmit sem még úgymond a kosárba, nem számoltunk semmilyen értéket. Ha vágyciklusról van szó, és tömbről, akkor a tömbünket be akarjuk járni elejétől végéig. Mint azt tudjátok, egy tömb nagyjából úgy néz ki, egy ilyen átlagos ábrázolással, hogy itt van a tömbünk, ebben vannak elemek, például A, B, C és D string, és ezeknek az elemeknek vannak indexeik 0, 1,
2, 3. És ennek a tömnek, ami legyen ARR, van egy olyan tulajdonsága is, hogy ARR.length, ami megadja a tömb hosszát. Na most ennek a tömbnek a hossza 1, 2, 3, 4. És az indexei 0, 1, 2, 3. Szóval, ha írunk egy while ciklust, aminek adunk egy megállási feltételt, és indítunk egy i változót nulláról, akkor addig kell vele lépdessünk, ameddig az i eléri a 0, 1, 2, illetve 3 értékeket. Szóval megállja a helyét az a feltétel, hogy i szigorúan kisebb, mint arr.length. Szóval ez akkor fog megállni, amikor az i eléri 3-at, ami kisebb, mint 4. Ha megpróbál úgymond a negyedik elemre lépni, és vizsgáljuk a feltételt, akkor ez nem fog tovább menni, mivel a 4 egyenlő a 4-el ebben az esetben, és hamis lesz a feltételünk. Most már csak ezt kell leírjuk kódban. Létrehozzuk az i változót, amit nullára állítunk. Ezután jöhet is a while ciklus, ami addig megy, ameddig az i kisebb, mint ez az arr.length. És a következő pont, hogy ezt az i-t növeljük a plusz-plusz operátorral. És így megbizonyosodhatunk arról, hogy nem írtunk egy végtelen ciklust, hogyha ide teszünk egy console logot, és például kiíratjuk az i-t. Na most jelen esetben, mivel az én tömbömnek 5 eleme van, 0, 1, 2, 3, 4 kell megjelenjen a konszolban. Meg kellett nyissam egy új ablakban ugyanazt a linket, mivel itt úgy tűnik, hogy elpukkant a ciklusom, mivel a live server folyamatosan újraindítja a szervert, amikor vannak módosítások, és egyszer újraindított, amikor éppenséggel a while ciklus egy ilyen végtelen állapotban volt, és azóta képtelen úgymond újraindítani. De szerencsére kinyitottam egy új ablakot, és itt megjelenik az 1234. Ne felejtjétek, az arr.length az jelenleg 5. Azért érhető el itt a konszolban ez az arr, mivel egy globális változóról van szó, szóval itt jelentettem be, és eléggé globális jelenleg az én környezetemben. Megírtuk a while ciklusunkat, most térjünk ki az object destructuringre. Ez hogy néz ki? Tételezzük fel, hogy nekem van egy változóm, aminek az azonosítója az a név, és ebbe belerakom az arni stringet. És szeretném, hogy ez az arni string belekerüljön egy objectbe. Szóval létrehozok egy objektumot, OBE névre fog hallgatni, ami üres. És azt szeretném, hogy elérhető legyen az OBE-n a pont név mező, akkor nekem létre kell hoznom ezt a pont név mezőt, és bele kell raknom az én név változómat. És ha most kikonszollogolom ezt az OBE-t, és lementem, és itt megnézem, akkor látjátok, hogy itt van a név arni. Ez szuper. Viszont ezt úgy is elérhetem, hogyha nekem a változóm az név, és az objektumomba szeretnék egy név kulcsot, ami rajta van az érték ebből a név változóban, akkor elég csak ennyit tennem, hogy ide belerakom a nevet, és akkor ő tudni fogja, hogy én lényegében azt szeretném, hogy a név változómban lévő érték kerüljön bele az objektumba, a név kulcsra, és tegye bele az értéken. És ugyanazt az eredményt kapom, hogy név arni. Szóval itt a frissítem, látjátok, hogy név arnit kapunk. Viszont ennek van egy visszafele is elsülő része, ki gondolta volna. Ha nekem itt van például, kimásolok innen egy terméket, és azt mondom ennek az OBE-nek, hogy te legyél ez a termék, akkor itt megnézzük, akkor itt van a termék, ami egy banán, ára 100, és a darab 3.
És én szeretnék létrehozni egy termékváltozót, amiben belehelyezem az OBJ-ből a termék mezőn lévő értéket, és ki akarom logolni ezt a terméket, akkor ezt így tehetem meg. Persze termékszet írtam így, és akkor itt meg is jelenik a banán. De ennek is van egy ilyen shorthand szintaxisa, úgymond, hogy nekem elég ezt ilyen kapcsolj zárójelbe tennem, és csak az OBJ-t belerakni. De várjatok, szedjem ki az árat, jó? És akkor ide tegyük azt, hogy ár. És már is ki fogja nekem írni itt a százat. Ezt mi fel fogjuk használni a feladatunk során, ezt a tulajdonságot, amit Object Destructuringnek nevezünk. Méghozzá így fogjuk kiszedni az aktuális tömb elemből az értékeket. Itt most már ne az it írassuk ki, hanem magát az array it, vagyis az aktuális iterációban a tömb elemet. Ami nem lesz más, mint a termék, ár és darab. Vagyis egy-egy ilyen számla elem. Következő része a mi feladatunknak, hogy ebből az array i-ből kinyerjük az ár, illetve a darab értékeket. Szóval ár, darab, legyen egyenlő arr i, és ide ne felejtsetek el tenni egy konstanst, mivel ezeket nem fogjuk változtatni a feladat során. Amikor én console logot írok, akkor általában a CLG rövidítést használom. Ez azért működik nálam, mivel van egy olyan bővítményem, hogy JavaScript ECMAScript 6 code snippets, és ez elérhetővé teszi azt a CLG-t, ami a console lognak a rövidítése. És itt kiírom az árat, meg a darabot. És most megnézzük, kiiratja magát a terméket, illetve az árat, meg a darabot. Most ha meg akarom kapni az értéket, érték, akkor az nem lesz más, mint ár szorozva darab. És hogy megnézzük, hogy jól számolt-e, írjuk ki az árt, darabot, és az értéket. És mindenütt láthatjátok, hogy 100x3 az 300, 5x8 az 400, vagy 150x6 az 900. A következő lépésünk, hogy összeget számoljunk. Na most összeget úgy számolunk, hogy kim van egy globális változónk, ami nem más, mint a számla, vagy ez lehetne összeg is, így lehet érthetőbb egy kicsit a változó elnevezés, és ennek az összegnek az értékét növeljük folyamatosan az aktuális értékkel. Ez a plusz egyenlő operátor, ez lényegében azzal egyenlő, mintha azt mondanám, hogy összeg legyen egyenlő összeg plusz érték. Így is lehet írni, de mi a plusz egyenlő operátort fogjuk használni ebben az esetben, és miután lefutott az egész, azután kiíratjuk az összeget. Most ha leellenőrzem a konzolt, akkor 2100 lett az az összeg, 300 meg 400 az 700, 900, 1200, 2100. Tökéletesen működik az összeadás. És akkor már nincs más hátra, mint megalkotni a végső számla array-t, amire rárakjuk az eredeti tömbnek az elemeit, plusz azt az értékmezőt. És akkor számla array, előveszük a jó öreg push metódust, és hozzáadunk egy-egy objektumot, ami tartalmazza a terméket, az árt, a darabot, és nem utolsó sorban az értéket. A terméket ugyan nem olvastam ki belőle, ezért kiolvasom itt. Console log, számla array. Most ha megnézzük, akkor szépen kitöltötte nekünk a tömbünket ezzel az értékmezővel, és a tömbünk minden elemét kitöltötte az értékmezővel.
és végén kiírta ezt az összeget. Ha azt akarjátok, hogy összeg, kettős pont az érték jelenjen meg, akkor lehet azzal is játszani, hogy ezt átalakítjátok egy objektummá, és akkor így jelenik meg, hogy összeg 2100. De ez már csak rajtatok el, hogy mennyit akartok játszani. De ugyebár trükkök terén nem csak az object destructuringről volt szó, hanem a spread operátorról is. Na most a spread operátorral mit megtehetjük az, hogy például ezt a terméket nem olvasom ki az eredeti örémből, és akkor, mint látjátok, így dob nekem egy reference errort, mivel az a termék nem létezik. A spread operátorral megtehetem azt, hogy ezeket kitörlöm, és a három pont az a spread operátor, és array i-vel hivatkozok az array-nek az összes elemére, és ezt úgy kell elképzeljétek, hogyha egy objektumról van szó, akkor úgymond letörli ezeket a zárójeleket, és megmaradnak a kulcsok és az értékei. És azokat egyből belerakja ebbe az új objektumba, és utána még hozzácsapja az értéket is, és így ugyanazt kapjuk. Ez lenne felületesen a spread operátor, őt még rengeteg mindenre tudjuk használni, de jelen esetben ez egy trükk. Vagy hogyha létrehoztok egy termék változót, ami legyen egyenlő valami, jó? És megfogjátok is ezt a terméket, úgymond hozzácsapjátok ehhez az egészhez, akkor itt az lesz, hogy a spread operátorral lesz nekünk egy termékünk, egy árunk és egy darabunk. És érkezik hozzá az értékkulcs, és mi készítettünk egy új terméket, és ő lényegében ezzel az új termékkel fogja helyettesíteni a régit, és ha ezt megnyitod, akkor mindenütt a termék az valami lesz. Szóval még ilyen dolgokra is lehet használni a spread operátor, de ez majd egy másik videó témája lesz. Most csak azért mutattam meg nektek, mert így sokkal jobban néz ki a kódunk szerintem. Hasonlít egy kicsit az ECMAScript 6-ra. Jó, töröljük ki a konszol logokat, és meg is vagyunk a feladatunkkal. De jöjjön a B pont, ami úgymond a ti házi feladatotok, vagy gyakorló feladatotok, aminek a megoldását várom kommentben. Újból menjünk vissza a freeformba. Itt készültem nektek egy másik tömbbe. Mint itt látjátok, ez a tömb egy kicsit hiányos az előzőhöz képest. Vannak termékek, ott van az ár, de viszont hiányzik a darab szám. És azt szeretném, hogy ti ezt a darabot határozzátok meg egy random szám generátorral, és generáljátok számokat 1-től 9-ig. És ugyanúgy alkossátok meg ezt a tömböt, ezt a számla örét, amire rárakjátok az érték elemet, és nem utolsó sorban a darab elemet is, amit azzal a bizonyos random szám generátorral alkottok meg, és a megoldásotokat berakhatjátok kommentbe a videó alá. Jó szórakozást kívánok hozzá! Ennyi lenne ez a videó, ne feledjétek, ha tetszett a videó, és szeretnél még hasonló tartalmakat, iratkozz fel, véleményed és észrevételeidet megírhatod kommentben, és nem utolsó sorban ott a like és a dislike gomb. Én Arni voltam, köszönöm a figyelmet, szép napszakot! Sziasztok!